A második osztályba lépve felcsendült a talpra magyar. Minden osztály még a tanítás utolsó napjait annak szentelte, hogy felidézze az 1848-49-es eseményeket. Kunyik Éva tanítónéni osztálya a versek és a dalok mellett színezett is. A polák házaspár egy kicsit másként készült. Polák Éva pedagógus fejéből pattant ki az ötlet, mi lenne, ha társasjáték formájában tennék izgalmassá a témakört, nem pedig a száraz tények felsorolásával próbálnák felhívni a figyelmet Petőfiék hőstetteire. A mai gyerek már nem tud és nem is akar úgy gubbasztani a könyvek felett, mint mi annak idején. Polák Péter be is avatott bennünket, hogy készült el a társasjáték, illetve játékok. Én egy kicsit másban gondolkodtam, de aztán túl gondoltam egy kicsit, és aztán én is a társasjátéknál kötöttem ki. De kétféleképpen oldottuk meg ezt a dolgot. Én lényegében arra összpontosítottam, hogy a Pilvax kávéháztól a Landerer nyomdáig, kicsit fölvázolva a utat és a helyzetet 1848. március 15-én, hogy mik is történtek ez alatt a fél nap alatt. Társasjátékot játszani tényleg jó dolog. Minden családban közkedvelt időtöltés kivált kép koronavírus idején, amikor arra hívják fel a figyelmet, aki teheti, minél többet tartózkodjék otthon. De azok a társasjátékok nagy cégek által kínált eszközök a szabadidő eltöltésére. Vajon hogyan fog hozzá egy tanítóházas pár, hogy meglegyen az a bizonyos tartalom úgy, hogy a játék érdekes, izgalmas és dinamikus is legyen? Nem a klasszikus órát szerettük volna újból átélni, tehát nem verset akartunk szavalni, nem kokárdát készíteni, hanem egy kicsit tényleg így élményben átélni azokat az eseményeket, mik is történtek, és láttuk, hogy vannak hiányosságok. Ahogy mentem, vagy a gyerekek, ahogy mentek a mezőkön végig, azt tapasztaltam, hogy kicsit próbáltunk segíteni ezzel a táblával is, hogy információk is vannak ezen a táblán, tehát nem csak maga a társas játék, nem csak a mezők, hanem információk is azokhoz a kártyákhoz, kérdésekhez, amiket aztán a játék alatt ők, ha úgy volt rá szükség, akkor húzni kellett. És sokszor láttam, hogy nehéz volt megkeresni az információt. Tehát aki egy kicsit képbe volt, az megtalálta, körülnézett, de van, akinek ez se segített, hogy hiába nézte át a táblát, nem tudta, hogy melyik információhoz nyúljon. Hát a kiinduló pont, ahogy említettem, a Pilvax kávéház volt, ahonnan Petőfék ugye március 15-én elindultak. És a célja a játéknak az volt, hogy mire a nyomdához elérünk, tehát a tábla végére, addig a 12 pontot, amit Irinyi József megfogalmazott, azt a gyerekek összegyűjtsék. Ha nem sikerült egyszeri menettel összegyűjteni, akkor újból, tehát a tábla elejéről kellett tovább indulni. Voltak kérdések az egyes mezőkön, ilyenkor kellett húzni kártyát, és az megválaszolva, helyesen megválaszolva a kérdést, akkor választhatod, hogy melyik pontot is szeretné a mit kíván a magyar nemzet feliratú papírkájára felragasztani. Aztán voltak olyan mezők, amikor ha arra rálépve a pontok szerepeltek, tehát hogyha a 11-es mezőre lépett, akkor megkapta a 11-es pontot automatikusan. Illetve volt még olyan mező, amelyen dobókockát találtak a gyerekek, akkor még egy dobásra volt lehetőség. Nagyon jó ötlet társasjátékot gyártani házilag a családnak, de ezt a kézműves terméket bevinni a lázadó kamaszok közé, hát mindketten tele lehettek várakozással, hogyan sül el ez a pilóta terv. Még mielőtt elkezdtek játszani és meglátták a táblát, akkor már is mondták, hogy ez nagyon jó. És ez volt az első, amit ami úgy megragadt, a második pedig, hogy én készítettem a táblát. És amikor mondtam, hogy igen, akkor elcsodálkoztak, hogy hát ezzel nagyon sok munka lehetett. Értékelték, igen. Úgyhogy azért mondtam, hogy vigyázzanak rá, ne kaparják össze, mert a papírral is ugye már ráragasztva, úgyhogy óvatosan kell vele bánni, de mind a kettő épségben maradt. És a polák házaspárnál milyen hangulatban telt maga az alkotás? Verseny hangulat alakult ki? Nem mondanám, segítettünk egymásnak. Mondom, én vaciláltam tovább, de végülis az enyém
hamarabb elkészül, de csak azért, mert nekem hamarabb volt rá szükségem, úgyhogy... Mi a különbség a két társasjáték között? Hát... Én több információt tettem föl, úgy gondolom, a táblára. Van különbség már csak a játék külső jegyeit nézve. Az 5. osztályban tesztelt tábla már attól izgalmas volt, hogy a játékosok a forradalom híres személyiségeiből választhattak maguknak bábokat. Azonban mindkét társas játék arra törekszik, hogy a téma alapinformációit juttassa el és fixálja a diákok fejében. Esetleg arra is inspirált ez az élmény, hogy egy másfajta témakörben, esetleg matematikában majd készítesz egy hasonló társasjátékot? Van rá remény, hogy igen. Igen, igen, de ugye a matematikában is ugye át kell gondolni, hogy ott azért mindennek pontosan ülni, passzolni kell, tehát mert a matematika az egy olyan tantárgy, ami, ahol a dolgok ugye egymásra épülnek. De hát végül is a történelem is ilyen, hogy a folyamatok ugye egymást vonták maguk után, és akkor... Mit szóltak a kollégák? Nem tudom. Én nem vettem észre, hogy valaki úgy annyira nézte volna, mert itt az utóbbi napokban igen nagy volt a sürgésforgás, de szívesen történelem órán odaadjuk, használni lehet a kisebbeknél, a nagyobbaknál, ahhoz szükség van rá, úgyhogy minden osztály hozzá fog tudni férni és fogja tudni használni. De a én osztályomnál azt, mindenképpen azt mondom, hogy nagyon jó és kellemes meglepetésért. Szarka Andrea igazgató asszony jelezte, kitűnő az ötlet, s mihelyt lehet továbbfejleszti az iskola a prototípust, hogy időtálló legyen maga a tábla és a játék is. Önöket, kedves nézők, pedig biztatnám arra, most, hogy így lelassult az élet körülöttünk, s általa mi is, fogjunk bele egy társasjáték megalkotásába közösen a családdal. Sőt, az is egy közös időtöltés lehet, ha védőmaszkot varrunk a család számára. Rengeteg útmutatót talál az ember internet használat közben. Így telt az idén, március 15-e. Görgei Artúr szobra azonban nem maradt koszorú és virág nélkül. Méri Szabolcs polgármester, az iskola igazgatósága, a diák önkormányzat képviseletével, a cserkészekkel egyetemben tisztelegtek a márciusi ifjak előtt. 2020 márciusában is egy komoly kihívással küzdünk, amihez kitartás, fegyelem, emberség és egymásra való odafigyelés szükségeltetik. Talpra Magyar.